Sütik a kenyeret ebben a győri pékségben. Nem áll meg a munka, hiszen a közelgő hosszú hétvége miatt egymásnak adják a kilincset a vásárlók. Elég lesz a fél kiló? Igen. Mert csak szerdán leszünk legközelebb. Ebben az adivárosi pékségben többnyire házi kenyeret forgalmaznak. Az üzletvezető azt mondja, a barna kenyér is kedvelt lett az utóbbi időben. Az emberek nagyon megszerették általunk, illetve hát megismerték a barna kenyereket, amit megkedveltek, keresik. Van, aki kimondottan csak ezért jön hozzánk. Ez a nő is barna kenyérért jött. Azt mondja, az egészségügyi állapotuk miatt egyáltalán nem vesznek fehér kenyeret. Csak ezek a tönkölyös dolgok. Mert az úgy vettük észre, hogy az egészséges mindenféle téren megfelel az étkezési szokásainknak. Mégis a legjobban a fehér kenyér fogy. Általában a fehér kenyeret szoktuk vásárolni. Átlagosan 300 és 500 forint között alakulnak a kenyérárak. Kicsit húzós ezeknek a barna, meg tönköly kenyereknek az ára, de hát mit tehetünk, megvesszük, amíg tudjuk, megvesszük. Augusztus 20-án a Pedro pékség süti az ünnepi kenyeret. Érdemes még a hosszú hétvége előtt bevásárolni, ugyanis szombattól az üzletek nagy része zárva lesz.